Október 16-án csütörtökön Tújban tartották a Dejan Zavek-Hafner Ferenc WBO nagyváltósúlyú Európa-bajnoki címmérkőzéssel fémjelzett gála hivatalos mérlegelését. A nagy érdeklődéssel várt eseményen Hafner és a korábbi váltósúlyú világbajnok is mikrofon elé állt, ahol mindketten elmondták, hogy csak a győzelem elfogadható számukra a péntek esti összecsapáson. A hivatalos mérlegelésen mindkét bunyós egyaránt 69,8 kg-ot nyomott, vagyis a WBO szupervájzora Kovács Kokó István szabályismertetése után már csak a pénteki feladatra kell koncentrálnia a két versenyzőnek. Boxoltam már címmeccset, de nem ilyen körülmények között. Az előző címmeccseimben is ugye volt körítés, meg volt adva a módja, de ez egy picit másabb. Ő ugye volt világbajnok, ő egy ismert emberke, nagyon komolyan vettem, és nagyon komolyan kell, hogy boxoljak vele. A ringben csak ketten leszünk, de egyébként feltölt. Tehát nagyon jó érzés, hogy körülöttünk forog a világ, úgymond. Nem tudom, hogy a taktikából mi valósul meg, de próbálom érvényesíteni az akaratomat, és meglátjuk.